Köszöntöm Önöket! Ez az Adó Online Podcast sorozata. Adózási aktualitásokról beszélgetünk minden adásban a Niveus Consulting Group szakértőivel. Köszöntöm mai szakértőnket, dr. Fischer Ádám ügyvédet, a Niveus jogi üzletágának igazgatóját. Jó napot kívánok! Mai témánk azok a közelmúltban született, nagyjából az utóbbi egy évben született Európai Uniós bírósági ítéletek, amelyek közvetlenül is befolyásolják a magyar vállalkozások életét, akár az áfa fizetés, akár a számlázás, akár az áfa csalások kezelése ügyében. Üdvözlök én is mindenkit! Amiért ezt a témát választottuk, ugye az áll a hátterében, hogy ezek az ítéletek, ezek olyan kérdésekben tudnak útmutatásul szolgálni, amit néha a magyar adóhatóság szigorúban értelmez, és de mégis a vállalkozásoknál problémát jelenthet. Gondolok itt például arra, hogy hogyan lehet egy számlát helyesbíteni, ezt nem mindig értelmezik ugyanúgy a magyar adóhatóság és az Európai Unió bírósága, holott utóbbinak a döntése egyébként kötelező erejű a magyar adóhatóságra, és így végső soron mindannyiunkra. Akkor kezdjük is ezzel rögtön. Hogyan lehet helyesbíteni egy számlát utólag? Milyen ítéletek születtek ebben az ügyben? Itt azért azt szeretném hangsúlyozni, nem is hogy ezek már nem azok a döntések, ahol általában az ilyen alapvető kérdéseket rendezik. Nem biztos, hogy mindenki ezekkel szembesülni fog, viszont vannak pont azok a bizonytalan helyzetek, amikor nagyon is fontos ezeket ismerni. Előjáróban azt emelném ki, hogy van egy alapvető szemlélete az Európai Unió bíróságának, és ha ezt a szemléletet elsajátítjuk, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel fogjuk tudni magunk is eldönteni azt, hogy egy adott helyzetben ez helyén való-e a számla helyesbítés. Ez a zsinórmérték az EUB-nál az, hogy gyakorlatilag a számlának az a szerepe, hogy az adóhatóság számára lehetővé tegye az áfa ellenőrzését. Tehát a számlának úgy kell léteznie, hogy abból meg lehessen állapítani, hogy tényleg a megfelelő összegű áfát fizették ebbe. Ez ilyen nagyon furcsán és általánosan hangzik, de valójában nagyon sok minden következik belőle. Elsősorban az, hogy a számlának nem feltétlenül kell azzal a szigorúsággal elkészülnie, ahogy ezt néha itthon elvárják. Így például az EUB kimondta azt, hogy ha nem áll fenn egyébként adóbevétel kiesésének az esélye, akkor gyakorlatilag bármilyen időszakon belül lehetőség van arra, hogy egy számlát helyesbítsenek. Ugye az elévülésem időn belül ezt teljesen szabadon megtehetjük, hiszen ez egy formai feltétele az áfa fizetésnek, meg az áfa levonásnak, aminek az a lényege, hogy utólag meg tudják nézni a számlatartalmát. Ez egy nagyon fontos mondat volt, hogy az elévülési időn belül bármeddig, én azt hiszem, hogy ezt kevesen tudják. Mennyire ismert ez a gyakorlat a magyar vállalkozások előtt, vagy mennyire tudják átültetni a gyakorlatba ezt a szemléletmódot, és ezeket a döntéseket, amik erre vonatkoznak? Én azt gondolom, hogy a magyar gyakorlatban ez egy téves, alapvetően téves szemlélet van ezzel kapcsolatban, és bizonyos szempontból lazábban kezelik a számlahelyesbítéseket és sztornózásokat, más szempontból viszont szigorúbban, mint ahogy ezt az EUB gyakorlat elvárja. Hogyha először, ez most még nem is ítélet kapcsán, hanem általában nagyon fontos hangsúlyozni, hogy számlát törölni, vagy helyesbíteni, azt akkor lehet, hogyha az valamiért nem követte le azt, ami eredetileg történt. Tehát például azért számlát sztornózni, mert amúgy nem fizettek ki, nem lehetséges. Hiszen a szolgáltatás megvalósult, vagy a terméket eladtam, akkor arról a számlát ki kell állítani, ugye egyébként 8 napon belül. Tehát csak azért, mert amúgy a vevő még nem fizetett, erre hivatkozva halasztani a számla kiállítást, vagy erre hivatkozva sztornózni egy számlát nem lehet. Ez szerintem egy alapvető tévedés, ami itthon él, hogy majd én kiállítom a számlát, hogyha kifizetek. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy sajnos ez a gyakorlatban ennek ellenére előfordul gyakran. Igen. Aki ezzel szembesül, annak két dolgot tudok javasolni. Az egyik, hogy egyébként
évi 125 millió forintos árbevételig, tehát egy egész nagy árbevételig lehet úgynevezett pénzforgalmi szemléletű elszámolást választani, amit szerintem kevesen ismernek. Az pontosan arra szolgál, hogy ugye a számlát ki kell állítanom, ez alól nincs mentség. De aki pénzforgalmi szemléletű elszámolást választ, annak nem kell befizetni az áfát addig, amíg ő nem kapta meg a pénzt a vevőjétől. Tehát annak, akinek ez egy valós probléma, például nagyon hosszú fizetési határidőket kap a megrendelőitől, annak javaslom ezt a megoldást, és akkor ezzel ezt az egész problémát elkerülheti. A másik, és ezzel már rá is térhetünk az EUB ítéletekre, az pedig a behajthatatlan követelésekre eső áfa. Ez egy kevésbé örömteli megoldás, abban az értelemben, hogy a pénzforgalmi szemléletű elszámolás az egy azonnali orvosság, nem fizetek áfát, amíg nem kaptam meg. A behajthatatlan követelésnél be kell fizetnem az áfát, de ha nem fizettek ki, akkor később visszakaphatom azt. Ezzel kapcsolatban ugye számos EUB döntés született már az elmúlt években, viszont egyre jobban tisztázzák azt, hogy ezt milyen körben kell alkalmazni, és úgy néz ki, hogy ezeknek az EUB döntéseknek, amik már azt is meghatározták, hogy mennyi időn belül kell ezt lehetővé tenni, melyik időpillanattól kezdve, milyen kamatot kell fizetni, most már ez a kérdés az EUB előtt az ilyen behajthatatlan követelések áfája után, kezd kirajzolódni az a kép, hogy gyakorlatilag teljes körűen biztosítani kell, akkor is, hogyha egyébként már eltelt az elégiségi az eredeti számla kiállítása óta, és ezt egyébként át is ültették az ÁFA törvénybe. Az ÁFA törvényben van egy nagyon részletes feltételrendszer, hogy milyen módon lehet igazolni, hogy ez valóban behajthatatlanná vált, és gyakorlatilag elévülési időn túl is van erre most már egy kifejezetten erre vonatkozó eljárás. Pont azért, mert az EUB azt mondta, hogy nem lehet az eredeti számlának az elévülési idejéhez igazítani a behajthatatlan követelések áfájának visszafizetését. Igen, pont ehhez kapcsolódna a következő kérdés, hogy mennyi idő az, amíg ez jogszabályi szinten is, vagy legalább a NAV gyakorlata szintjén átültetődik a magyar jogrendszerbe, ez az egyik kérdés, és a magyar vállalkozások, nyilván az a vállalkozás, aki az EUB-hoz fordult, az azonnal ismeri a következményeit, a jogkövetkezményeit, és próbálja is alkalmazni, pláne ha kedvezőbb rá, de az összes többi vállalkozás mikor jut el odáig, hogy megismeri ezeket az ítéleteket, és tudja a gyakorlatban alkalmazni? Ennek több szintje van. Vannak olyan nagy hírverést kapó esetek, amikről látjuk, hogy néhány hónapon belül jogszabályi szinten megjelennek. Ugye ez attól is függ, hogy arról van szó, hogy nem jó a jogszabály, vagy arról van szó, hogy nem megfelelően alkalmazták az egyébként jó jogszabályt. A behajthatatlan áfa az azt hiszem, hogy egy fél éven belül törvényi szinten orvosolva lehet, abban az is beletartozott, hogy a törvényi szintű orvoslás ez igyekezte ezt leszűkíteni, hogy minél kevesebb ilyen áfát kelljen visszafizetni. Azóta elég nagy tempóban korrigálják az újonnan született EUB döntések kapcsán, például pont ezt a feltételrendszert lazították, hiszen az EUB azt mondta, hogy túl szigorú volt a feltételrendszer. Amikor gyakorlati kérdésekben születik döntés, például a most említett mennyi időn belül lehet a számlát korrigálni, ebben látunk egyfajta csorgási időt, amíg lecsorog az EUB szintjéről a NAV és a gyakorlati jogalkalmazás szintjére. Mindenki azt nézi, hogy az ő értelmében vett felettes szerve, hogy fogja itt megítélni az ő döntését. Tehát először majd a bíróságok fognak az EUB döntéséhez igazodni, hiszen ő neki muszáj követni. Ha a bíróság igazodik, akkor a másodfokú adóhatóság is igazodik hozzá, hiszen ő azt nézi, hogy a bíróság hogy fog dönteni, és amikor a másodfok igazodott, akkor fog az első fog. Tehát ennek azért van, hogy akár évek is eltelnek, mire eljutunk erre a szintre. Pont az ilyen számlahelyesbítési kérdések, egy elírás a számlán, egy rosszul beütött szám megint csak nem jelent problémát, hiszen be tudom azonosítani egyértelműen a vevőt. Azzal a zárójeles megjegyzéssel, hogy az online számla világában azért ezekre egyre kisebb az esély, hiszen a szoftverek maguk már betöltik a legfrissebb adatokat automatikusan. De akkor térjünk rá egy picit az online számlára, hogyha van egy ilyen ítélet, hogy a gyakorlatban hogyan néz ki, hogy egyeztethető össze az online számlával egy-egy ilyen helyesbítés.
Az online számlának az a problémája, és ezzel kapcsolatban még nem láttunk EU-bi döntést, én nagyon-nagyon várom az első erre vonatkozó ügyet, hogy egész egyszerűen az online számlának a technikai követelményei, és ezek pusztán informatikai követelmények, azok adott esetben nem egyeztethetőek össze az ÁFA szabályok. Ugye fontos tudni, hogy az ÁFA szabályok mögött ott van az egész EU-s szabályozás, és a magyar ÁFA törvény csak bizonyos mozgástérre rendelkezik ezen belül. Az egyik ilyen számomra legizgalmasabb kérdés, hogy az online számla rendszere megköveteli a devizás tételeket soronként átszámolni forintban. Miközben az ÁFA törvény, meg az ÁFA irányelvnek a szabály az, hogy csak a végső egy ÁFA összeget kell átszámolni euróról forintra, teljesen érthető okokból egyébként. Ezért itt nemzetközi vállalkozásoknak van mondjuk egy nemzetközi szoftverre, amire egész egyszerűen nincs felkészülve, hiszen ő csak az utolsó sort fogja ezt átszámolni forintra, konkrétan az ÁFA összeget. Nagyon kíváncsian várom, hogy ez valaha el fog jutni az EUB-ra. Van egy olyan tippem, hogy nem, mert hát a vállalkozók alkalmazkodnak a valósághoz, és előbb-utóbb megszületik a megfelelő szoftver. Igen, nagyjából én is erre számítok egyébként. Ezt egyszer egy adó tanácsadó úgy fogalmazta meg, hogy az első bírság után hirtelen működni szokott a szoftveren a által elvárt módon. Jó, ez nagyon szép végszó volt ebben a témában. Van egy másik csokor is, ha jól értettem, ami nagyon jól elhatárolható terület, mégpedig szintén az előző adáshoz is kapcsolódik, az áfa csalásokkal kapcsolatos döntések, amiből már jól körülhatárolható gyakorlat mutatkozik. Hát itt sem egy mai történetről beszélünk, itt megint arról van szó, hogy az elmúlt egy évben is születtek olyan döntések, ahol az EUB részben megerősítette önmagát, részben új szempontokat hozott be az áfa csalások körében azzal kapcsolatban, hogy az áfa csalásnak mondjuk úgy, hogy ártatlan áldozata. Tehát mondjuk, aki egy olyan partnerrel került kapcsolatba, ahol a partner áfát csalt el, de egyébként a maga cég ebben nem működött közre, nem ő kapta vissza az áfát, nem tudatosan fiktív számlákat vásárolt, neki meddig kell elmennie a partnerek ellenőrzésében. Itt például olyan kérdések merültek föl, hogyha egy külföldről vásárolt személygépjárműnél a külföldi eladó utólag kiderült, hogy töredékét vallotta be annak az áfának, amit a számlán feltüntetett, akkor a vevőnek, aki ugye nem, ennél sokkal magasabb levonható áfát szerepelt, akkor hogyan kell az ő esetében eljárni? Ez a kérdés ugye nem automatikus, mert persze, hogyha részt vett az áfacsásba, akkor nem vonhatja le az áfát, ezt mindenki ismeri. De mi a helyzet akkor, hogyha az eladóm kevesebb áfát vallott befizetendő áfaként, mint amennyit én levontam, az egész áfának a levonása megtagadható, vagy csak a különbözetnek? És mit mond az ítélet? Az ítélet azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha egyébként azt régóta ismert tesztet, hogy ő tudta, vagy tudnia kellett volna körülményekből, ezt fel kellett volna ismernie, akkor bizony az egész áfa levonása megtagadható tőle, annak ellenére egyébként, hogy valamennyit a másik oldal bevallott. Tehát az EUB gyakorlatából ebben van most ebben egyfajta szigorítás. Volt egy nagyon a magyar adóhatósághoz képest nagyon laza EUB gyakorlat, amiből egy bizonyos szempontból kezd visszatáncolni az EUB, és úgy látjuk, hogyha azt lehet bizonyítani, hogy ő tudott arról, vagy fel kellett volna ismernie, ilyen szempontokat is vizsgált például most legutóbb az EUB, hogy hogyan minősül az irracionálisan alacsony árrés, hogyan lehet figyelembe venni azt, hogy élelmiszerbiztonsági szabályokat sértett meg, hogyha ezeket a szempontokat a NAV bizonyítja, akkor bizony annak keményen be lehet hajtani a jogkövetkezményeit. Tehát az a fajta gyakorlat, ami korábban kialakult az EUB-ba, semmit nem lehet ráterhelni a megrendelőre, az azért egy kicsit szigorodott. Ez nem csak kicsit, azért ez elég erős szigorodásnak tűnik, bár még ezek szerint még mindig ott van az, hogy ha tudnia kellett volna, itt azért vannak gondolom bizonyítási lehetőségek mind a két fél részéről. Abszolút. Pont egy olyan részben magyar vonatkozás ügyben, ahol egy román cégnek volt még magyar adóregisztrációja is, és arra jutott a NAV, hogy a magyar NAV ellenőrizte, hogy körhinta csalásban vett részt, és ehhez a viszonylag szokásos
szempontokat vett figyelembe, ugye épp amit említett, ez az irracionális ár és egyéb ilyen élelmiszerbiztonsági szabályok megsértése, egyáltalán nem úgy jártak el, ilyen személyi összefonódás volt a láncban, és hogy úgy fent kimondta az EUB, hogy nem várható egy indokolatlan szintű partner ellenőrzés. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell tenni, adószám ellenőrzése, az általában alapelvárás, hogy mondjuk az ügyvezető járjon el a legalább a szerződés aláírása esetén. Ez az ügyvezető, ez lehetőleg ne legyen ránézésre valamilyen stróman, ilyeneket is szokott vizsgálni a NAV, de ha ezen a bizonyításon túllép, ebben azt gondolom, hogy ebben a gyakorlat az viszonylag töretlen, hogy mit vár el az EUB ebben a bizonyításban, de annak a jogkövetkezményeiben abban teljes szigorral lép föl az EUB is, és talán ez egyébként korábban nem volt ennyire egyértelmű, mivel nem jutottunk el eddig a problémáik, ezek ilyen izgalmas esetben. Igen, azért is izgalmas, hogy azt látni, hogy milyen eszközei vannak, milyen bizonyítási eszközei vannak a vállalkozásnak, mert itt azért a NAV az nyilván előnyben van, ha mentesülni akar a vállalkozás, akkor neki kell bizonyítani azt, hogy ő úgy járt el, ahogy ebben a helyzetben el lehetett járni. Mit tud itt felsorakoztatni egy érintett vállalkozás? Vagy mit sorakoztatott fel az adott ügyben, gondolom volt előzménye. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ez egy nagyon régi alapvető vitát érint valójában. Itt most adó levonási jogról beszélünk. Ketté kell választani az adó levonási jogot, meg az adómentességet. Tehát a közösségen belül meg egyéb értékesítések adómentességénél. A magyar jogszabály és az EUB gyakorlat is azt írja elő, hogy az adómentesség feltételeinek bizonyítása az az adózón van. De az adó levonási jog az egy másik történet, és itt van egy alapvető rendszertani különbség, hogy az Európai Unió Bírósága következetesen kimondta, hogy az adólevonási jog az egy alapjog, ami feltétel nélkül jár, minden körülmények között levonhatom, kivéve, ha a NAV bizonyítja ennek az ellenkezőjét. Tehát alapvetően a bizonyítási teher az mindvégig a NAV-ban, és az elmúlt időszak EUB döntései azok azt járják körül, hogy ezek közül pontosan miket lehet bizonyítani. Ez egy örök vita. A NAV általában ugye olyan objektív körülményeket kell, hogy feltárjon, ami a külső szemlélő számára is egyértelművé teszi ezt a bizonyos tudattartalmat, tehát hogy nekem fel kellett ismerni. Az említett ügy, nem az ügyvezető járt el, az általában egy elég nagy probléma, hogy valami a céghez nem kapcsolható személy. Amit itt szintén vizsgáltak, az olyan esetek, amikor az értékesítési sor vagy láncnak az elején meg a végén is ugyanazok az ügyvezetők vagy tulajdonosok vannak, hiszen az is egy olyan külső szemlélők számára is egyértelmű szempont, amikor valakinek a saját cége tűnt el a sor elején, akkor ott azért nehéz azt mondani, hogy ő erről mégis a sor végén hogyan nem tudott, és hogyan lehet az, hogy nem tudhatott arról, hogy áfacsalás volt az értékesítési láncban. Ebből a két témából, amit érintettünk ma, az áfacsalásokból és a számla helyesbítésből, javításból, ami a gyakorlatban, a bíróság gyakorlatában látszik, mi az, amit a gyakorlatban át lehet venni a magyar vállalkozásoknak? Én azt gondolom, hogy ennek két nagy tanulsága van. Az egyik, hogy nem kell félni attól, hogy van egy kialakult NAV gyakorlat, ami esetleg megakadályozza például az ügyleteinknek a helyes bizonylatolását. Tehát csak azért, mert amúgy nálunk nem szokás évekkel később helyesbíteni egy számlát, ez ettől nem kell tartani, hogyha az egyébként egy jogszerű helyesbítés kiderült valami olyan probléma, egy szerződés, félrenéztek, nem úgy minősítettek, akkor ettől nem kell tartani, ennek az egész következményeit kezelte az EUB. Egy dolog a fontos, és ez a másik tanulság, hogy minden ilyenről legyen meg az irat. Nagyon sokszor ezt szoktam mondani, hogy amikor ilyen jellegű iratokat akarunk összeállítani, tehát például észreveszünk egy hibát, valamilyen szerződést módosítunk, akkor ezeket nagyon alaposan el kell készíteni, össze kell állítani, és azzal adott esetben a számlával, vagy a helyesbítő számlával együtt megőrizni. Sőt, én még azt is szoktam javasolni, hogy ilyen esetben célszerű elektronikus aláírást használni, akár ezt az AVDH-s állami dolgot, mert ugye onnantól kezdve ez egy teljesen feltörhetetlenül, hamisíthatatlanul bizonyítottan létrejött irat, és akár évekkel később nem lehet azt felhozni, hogy
mikor is készült ez az irat, ott van rajta az állam digitális bélyegzője, ami igazolja, hogy ez valóban egy akkor készült irat, és ezektől nem kell tartani, csak azért, mert valaki számlát helyesbít, nem fogadó ellenőrzést kapni akkor sem, hogyha ez évekkel később történt. A jól követhető helyes dokumentáció a kulcsa akkor ez mindennek. Sajnos az adózásban elkerülhetetlen. Köszönöm a mai beszélgetést. Én is a lehetőséget, viszont hallásra. Önöket pedig márciusban újra várjuk. Viszont hallásra!